Már 7. éve, hogy van Sűzsápon társas tánc tanfolyam, ahová nem csak a helyi lakosok járnak. Keddenként 3 csoportban sajátíthatják el a párok a társas tánc alapjait, ami már önmagában is egy jó mozgással járó kikapcsolódás. Ugye folyamatosan mindig indulnak új kezdő tanfolyamok, és akkor is szép fokozatosan, ahogy elérnek egy-egy bizonyos szintet, akkor lépnek újabb szintre, és egyre nehezedik a történet. Itt jelenleg most, mint tánc tanfolyam van, ott a legmagasabb szintünk a hobbi, ahol akik szeretnének érdekes figurákat tanulni, viszont nem szeretnének versenyezni, inkább őket várjuk ide. Hány ember jár most itt Sűzsápon ilyen tanfolyamra? Hát nagyon vegyesen vagyunk, mert ugye a kezdők azok mindig egy picikét ugye többen vannak, akkor a kitartók, én azt mondom, hogy a hobbi az még egy olyan csoport, ahol úgy egész szép létszámmal vannak. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 7-8 párosunk van. Én azt gondolom, hogy párokba összeszedni az embereket nagyon nehéz, főleg a férfiakat nehéz elhozni egy ilyenre. Igen, általában mindig az úri embereket nehezebb rávenni a táncra. Hogyha esetleg a párja miatt lejön és megpróbálja, onnantól kezdve általában itt is maradnak, és akkor tényleg úgy töltik ezt a másfél vagy 60 percet, hogy jó eső érzéssel mennek haza. Azt látom, hogy vannak középkorúak, inkább így kell, hogy mondjam, de meglepetésemre fiatalok is. Ha fiatalok jönnek, ők vajon miért választják ezt? Hát igazából inkább így azt mondom, hogy a 30-as korosztály fölöttiek jönnek céltudatosabban táncolni. Természetesen a fiatalokat is várjuk szeretettel. Nagyon nehéz ezt a korosztályt megmozgatni, mert ugye nekik minden fontosabb, mint a tánc. Főleg ugye fiúknál általában mindig az van, hogy hát ez hú de ciki, és nem. Viszont azért általában így, ha van olyan osztálytárs hölgy, akit el tudnak hívni, akivel szívesen táncolnak, akkor őket is rá lehet venni. Ezeken az oktatásokon milyen táncokat lehet elsajátítani? Standard és latin táncokat tanulunk. Ugye a standard táncokban tartoznak az angol keringő, tangó, bécsi keringő, quickstep, akkor latin amerikai táncokban a jive, cha-cha-cha, rumba és a mambo. Március végén beiratkozás volt. Lehet-e még beiratkozni az idei évadra? Természetesen várunk mindenkit szeretettel. Általában úgy szoktam mondani, hogy az első 4-5 alkalommal érdemes úgy csatlakozni a csoporthoz, hogy mondjuk ne az legyen, hogy esetleg nagyon lemarad a csoporttól. Az elején mindig lassabban haladunk, pontosan azért, hogy akik esetleg újonnan jelentkeznek, akkor ők is föl tudják venni a lépést, és teljesen előről megtanuljuk az alaplépéseket. Van-e olyan, akit nem lehet megtanítani táncolni? Én úgy gondolom, hogy kitartással mindenki meg tud tanulni táncolni. Valaki természetesen könnyebben veszi, valaki nehezebben, de hogyha ha tényleg így rájön arra, hogy ezek nem egy olyan hú de nehéz és nem megtanulhatatlan figurák, akkor általában azért nem tudok olyan párosról mondani, vagy esetleg olyan emberről, aki nem tanult volna meg valamilyen szinten táncolni.